Szeretettel köszöntelek titeket, a következő vendégem Bíró Bence Péter. A számít után tíz nappal már pszichológus, jelenleg viselkedés elemző. Erről gyorsan elmondok annyit, hogy három év a viselkedés elemző és plusz két év a pszichológus. Köszöntelek szeretettel Bence. Én hadd kezdjem azzal, hogy Régóta követlek, régóta ismerlek az internetvilágában, személyesen kicsit rövidebb volt ez az idő. Neked egy nagyon széles karriered, karrieríved van, és előbb álltál színpadon, az, ahogy én tudom, mint ahogy elkezdted igazából tanulni a pszichológiát. Tehát, hogy a, az önfejlesztésből ugrottál át a mondjuk úgy, hogy mélyebb szakmai, világba. Mesélj erről, hogy, hogy hogy, vagy te most itt, ráadásul... Nagyon köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket itt a számíton. Nagyon megtisztelő, és köszönöm szépen ezt a hiteles felvezetőt, amit elmondtál, vagy ez egyik legfelkészült ebbe az intro terén mindenképpen. Köszönöm. Ideig voltam, szóval mindenképpen ezt köszönöm neked. Igen, valóban 7 éve foglalkozom tanácsadással, tréningekkel, előadásokkal. 2014-ben kezdtem ezt el és később kezdtem el foglalkozni az egyetemi pszichológiának a megtanulásával. Én ismerettel viszont 11 éve foglalkozom, tehát 2010-ben kezdtem el ismerettel mélyebben foglalkozni, akkor kezdtem magamon dolgozni könyvekkel, előadásokkal, mindenféle tanítóval, mentorral, spirituális guruval, önfejlesztő motivációs kóccsal, tréningeken jártam, és tehát én mindenféle tanítót és módszert próbálgattam magamon, nyilván nem minden szó szerint, de hogy nagyon sokfajtát. És ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, az a pszichológia volt, mert én azt éreztem, hogy ez egy megfogható, sok szempontból igazolható, tudományos alapokra épülő módszertan és gondolkodásmód, és arra gondoltam, hogy a mai beszélgetésünkben öt olyan tippet hozni kell a hallgatóságnak, amiket a gyakorlatban tudnak ebből hasznosítani, és nem kell végigjárni ezt a sok éves egyetemi képzést ahhoz, hogy ezeket az információkat megkapjuk, mert nagyon sokszor ez a pszichológusi tudás az egy ilyen zárt közösségben marad, és kevés szivárog át így a, a nagy közönség számára, és abban bízok, hogy ebből a, az öt dologból az emberek egy-két dolgot tudnak a mindennapokra átültetni. Ez kifejezetten érdekes, hogy az a tapasztalatom, vagy amit én látok, hogy könnyebben elindulnak az emberek, mindenféle úgy szoktam nevezni, hogy új hullámos irányzatok felé, amik nagy amerikai márka neveket képviselnek, hogy Access, meg Theta Healing, meg NLP, meg társai. Nem megszólva egyiket sem, és nem megkérdőjelezve egyiknek sem az alapját, sőt végül is ennek a summit az egyik célja, az is, hogy bemutassam a különböző irányzatokat, és azért az elmúlt két év alatt megismertem minden irányzat képviselőiből nagyszerű embereket. Tehát, hogy nem akarok ebben értéket teremteni, vagy értékrendet felállítani. Minden esetre, amivel én találkoztam leginkább, hogy elindulnak pszichológusok új irányok után, és te meg már szinte az összes új irányzatot ismerted, minden motivációs előadott, és elindultál az akadémia irányba. Mi volt az, ami odavid mondtál egy szót, hogy, 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 hogy alátámasztható, azzal együtt, hogy a pszichológia egy szoft tudomány, tehát hogy sok mindent bele lehet magyarázni, meg megközelíteni. Hol volt számodra ez a kapaszkodó, ezt hogy találtad meg? Akkor visszatérek a személyes történethez ebből a szempontból, és nem csak a szakmai uh, képzéshez. Nekem is természetesen úgy, hogy minden embernek voltak olyan területek, meg vannak a mai napig is, amit szeretnék fejleszteni saját életemben, a saját lelki világomban, hogy uh, hogyan tudok jobban lenni. És volt egy elég nehéz időszak az életemben, amikor uh, én nagyon oda teszem magam, amikor egy tanítóval dolgozok, és nagyon rossz tapasztalatom volt spirituális tanítóval, akivel dolgoztam, aztán ajánlottak egy másik spirituális tanítót, szintén elmentem hozzá, ezek után hónapokig, én napi szinten 4-5-6 órát töltöttem vele, tanultam, csináltam pont szó szerint ugyanazt mindent, amit ő ajánlott nekem, százezreket fizettem az egész projektért. Még igazából összességében órabér levontva nem volt drága, viszont összerakva az egészet, főleg ahhoz, hogy igazából wow. nem hozott semmiféle eredményt, sőt még rosszabbul lettem a végére, az nem volt annyira jó élmény nekem. De ezt nem úgy mondom, hogy egy napot voltam ott, hanem tehát fél évet vagy talán egy évet is rászentem a teljes folyamatra, még ott wow. voltam vele, és tényleg mindent úgy csináltam, hogy ő kérte. És amikor már nagyon lent voltam, akkor azt mondtam, hogy jó, hát most már nincs más út, félek a pszichológustól én is, annak ellenére, hogy tanulom ezt az egészet, mert hogy azt érzem, hogy van egyfajta megbélyegzés ezzel kapcsolatban. Tudom, racionálisan, hogy ez hülyeség, de érzelmileg azt éreztem, hogy hát akkor én valamiféle hmm. ciki ember lennék, hogyha elmennék. Elmentem. Nagyon nagy szerencsém volt, mert elsőre egy fantasztikusan megbízható emberrel tudtam együtt dolgozni. Nagyon jó tapasztalatom volt vele, és azt éreztem, hogy Egyrészt megértettem, hogy miért nem működtek a korábbi módszerek, másrészt amiket most kaptam, meg az a fajta beszélgetés, az tényleg működött. Érezhető hatása volt akár beszélgetésről beszélgetésre, és arra is utalnék, amit te mondtál az előbb, hogy a pszichológiai szoftudomány sok mindent bele lehet magyarázni, és hogy abszolút a pszichológiának része egy olyan irányzat is, ami mondjuk falsifikálhatatlan, tehát nem lehet megcáfolni és meg alátámasztani sem nagyon, de vannak olyan részei, amiket viszont abszolút mérhetően és alátámaszthatóan tudunk vizsgálni. Mondok erre egy konkrét példát, csak hogy a hallgatóság is értsen, nyilván te ezeket tudod, hogy például mondjuk, hogyha valaki depressziós, akkor vannak erre különböző tesztek, le lehet mérni, hogy hány pontot ér a depressziós skálán. Ezek után, hogyha mondjuk valaki használ egy úgynevezett kognitív viselkedés terápia nevű módszert, akkor ezután mondjuk 10 hét után szintén le lehet mérni, hogy a pontszámok hogyan változtak. És hogyha ezt megcsinálják ezer emberen, tízezer emberen, százezer emberen, akkor ki fognak rajzolni olyan számok, hogy ez összességben az emberek többségében segít, vagy nem segít, és ez már nem a belemagyarázásról szól, hanem ez megmutatja azt, hogy ez működőképes módszer, Hát ilyen módszereket ha saját magam is, természetesen nem, nem vagyok én viselkedés terapeuta, tehát nem vagyok terapeuta, de hogy maga az, hogy ez nekem tudott segíteni abban, hogy a saját életemben előre tudjak mozdulni, ez bizalmat adott abban, hogy, hogy így én is olyan embereknek úgy tudok segíteni, hogy ellenére az embereknek, hogy nem csak hitekre, nem csak ilyen jól hangzó általánosságokra, és nem csak arra alapoznak ezek az emberek, amit szeretném, hogy igaz legyen, hanem megcáfolhatatlan tényekre, olyan alapokra, amiket Amiket, hogyha nem szeretném, akkor is igaz, de egyébként nem azon múlik, hogy én ki vagyok és mit, és, és mit tapasztaltam a saját életemben, akárki is vagyok, akármit is tapasztaltam, ez valószínűleg jó esélye működni fog annak is, akinek ezt átadom. És ez volt az, ami miatt én így a, a pszichológia felé mozdultam, mert azt gondolom, hogy a saját magam számára és, és mások számára is ez egy megbízható kapaszkodó tud lenni. A felelősség szó jut eszembe, illetve a felelősség, vállalás szó, hogy Ma nagyon könnyű hirtelen motivációs előadóvá válni, vagy trénerré válni, vagy akármilyen guruvá válni. Én magam is voltam olyan képzésen, ami 10 óra után, tehát egy nap alatt 10 óra után, és egyébként ez nem volt rossz képzés, félre ne értse senki. Tíz óra után ad neked egy papírost, hogy te jogosult vagy bizonyos dolgokra az amerikai intézet szerint. És ez semmi előképzettség nem kell. És amit én tapasztaltam, és egyébként én is bejártam azt az utat, amit te, a képzetlen segítőnél ott nagyon könnyen megjelenik az a fajta, túlontúl túl megmentő szerep, hogy majd ő mindent tud, majd ő tudja azt, hogy, 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 hogyan kell neked élned, majd eljössz hozzám, és akkor egy évig én tukmálom rád, hogy már pedig, ha megcsinálod, akkor jó lesz. És én ugye mentálhigiénét végeztem, amit úgy szoktam nevezni, hogy kis pszichológus, Jóval kevesebb, de ugyanakkor végig tanultuk két év alatt a lelki zavaroktól, a fejlődés lélektanon át, különböző pszichodráma, szervezeti ismeretek, de rengeteg dolog volt, de volt a kép, amikor röviden kell bemutatnom a mentál higiénét, akkor két évig azt tanultuk, hogy hogyan hallgassuk meg az embereket és, és egy ilyen tízórás tanfolyam után, vagy néhány könyv elolvasása után, akiket, amiket mondjuk például Napóleon Hillnek a, a, a Gondolkoz és című könyve, amiről amiről nagyon sok anekdota kering az interneten, hogy innen ered az a mondás, hogy fia, írtam egy sikerkönyvet, hogy hogy kell meggazdagodni, csak nincs pénzem kiadni és mindegy, olvasson utána, aki szeretne. Tehát Napóleon könyve például egy zseniális könyv. Kérdés az, hogy a benne foglalt tartalom az az élettapasztalatából születette, vagy egy kitaláció. Tehát azt érzem, hogy a felelősség irányába mentél, hogy felelősség teljesen tudjál segíteni, és, és mégis nagyon erősen, meg nagyon szépen jelen van a, Szavaidban az önfejlesztést. Egy, egy, ilyen, egy ilyen ideális mixet látok felfedezni, azzal együtt, hogy nem akarom azt sem mondani, hogy egy tíz órás képzés után az ember nem tudna segíteni. Bár ebbe belemerem magyarázni azt is, hogy egy ilyen tíz órás képzést az végez el, akinek eleve vannak segítői képességei, készségei, ambíciói, ha nem is is iskolapadból tanult. De azzal is találkoztam konkrétan, hogy mekkora károkat tud okozni, hogyha valaki az embert nem tanulja meg, hogy a másikat, hogy, hogy... Jé, te olyan vagy, amilyen. Úgyhogy nekem ez, ez, egy, ez egy végtelenül szimpatikus dolog a te karrieredben, meg eleve a hozzáállásodban, Köszönöm szépen. Reagálnék egy pár szóban arra, amiket most beszéltünk a segítői szakmáról. Az egyik az, hogy én nem szeretnék másokról véleményt alkotni olyan szempontból, hogy ki az, aki jó segítő, ki az, aki kevésbé jó segítő, meg más emberekről nem ismerem feltétlenül, hogy ki megy erre a képzésre, vagy amarra a képzésre. A, a pszichológus képzésnek csak egy apró momentumát szeretné még megemlíteni a hallgatóságnak, mert nem biztos, hogy ez mindenki szemre magától értetődő, hogy hogy a pszichológus képzés ez viszonylag hosszú, tehát van ez egy három éves alapképzés, aztán a két éves mesterképzés, és erre ráépül egy négy éves klinikai szakpszichológus képzés, és ebben a fókusznak a 70-80%-a kizárólag azon van, hogy a másik embert meg tudjuk érteni. Ez még nem a megoldás, hanem csak hogy lássuk, hogy kivel van dolgunk egyáltalán. Gondolj bele, hogy ezek után még utána van a három éves terapeuta képzés, tehát összességében mondjuk 12 éven át tanulsz, és akkor lesz az, hogy akkor te már tudsz az emberekkel úgy beszélgetni, hogy, hogy várhatóan sokkal hitelesebb lesz az, amit te, te tudsz segíteni nekik. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha aki ezt nem végzi el, az ne tudna segíteni, csak hogy arra akarok utalni, hogy azért mindig van egy újabb szintjének, hogy hogy tudjuk a másik embert jobban megérteni, ahelyett, hogy mondjuk elhamarkodott tanácsokat vagy javaslatokat tennénk, amire persze az intuíciónk mondjuk azt mondja, hogy ezt kell csinálni a másik embernek, de ez lehet, hogy mondjuk egy, egy, egy félrevívő dolog lehet akár nekem, vagy akár sí. annak, akit segíteni szeretnék.